Leginkább egy videokonferenciához hasonlít a TÁV meghallgatás, melyet a 2018. július 1-ével hatályba lépő új büntetőeljárási törvény vezetett be. Még ősszel országos szinten minden törvényszéken kialakítottak olyan tárgyalótereket, ahol a TÁV meghallgatást le lehet bonyolítani, de a rendszer a rendőrségeken és a büntetés végrehajtási intézetekben is hozzáférhető. Nyíregyházán 4 TÁV meghallgatásra alkalmas termet alakítottak ki, és többek között Sopron-Kőhidáról vagy Esztergomból is hallgattak már meg tanúkat. Lehetőség van arra, hogy több száz kilométerre élő tanút hallgasson meg úgy a bíróság, hogy a tanúnak ne kelljen elutaznia ide a nyíregyházi törvényszékre, hanem a lakóhelyhez legközelebb eső távmeghallgató szobába bemelve megtegye a vallomását. A nyíregyházi járásbíróságon például tárgyaltak egy ügyet, ahol Esztergom közelébe élt a sértet, egyeztetett a bíróság az esztergomi rendőrkapitánysággal, ahol szintén egy távmeghallgató szoba ki lett alakítva. A tanú oda bement, és itt a nyíregyházi törvényszék tárgyaló termébe ült a bíró, az ügyész, az ügyvéd, és ezen a távmeghallgató rendszeren keresztül hallgatta meg ezt a tanút. A zárt rendszerben működő távmeghallgatás alkalmas védett tanúk kihallgatására is, vagy értekezletek tartására. A rendszert 3 hónap alatt országos szinten nagy számban vették már igénybe a tárgyalások során. 96 bíró alkalmazta, 191 meghallgatást is végeztek el távmeghallgató helységek segítségével. Ebből 120 esetben például büntetésvégrehajtási intézetben volt az elítélt. De itt a törvényszékünkön is hallgatnak meg tanúkat, akik nagy távolságra éltek, mint az említette esztergomi esetben, de hallgatnak meg Tiszalöki, illetőleg nyíregyházi büntetésvégrehajtási intézetben lévő személyeket is a rendszer segítségével. Dr. Sörös László azt is elmondta, a cél az, hogy valamennyi vidéki járásbíróságon létrehozzanak távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermeket, illetve a már meglévő helyiségek számát növelve, akár az összes tárgyalótermet alkalmassá tegyék távmeghallgatásra.